A mai napig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a ruhásszekrény a klímavédelmi harc egyik legfontosabb csatatere. Az elmúlt 15 évben a ruházati termékek gyártása megduplázódott, miközben a ruhák tényleges viselési ideje közel 40%-kal csökkent. A hazai fenntartható divat élővasával, Ferenc Borbála divat tervezővel, a turkálók anyagkészletét újrahasznosító Borbála branden kívül arról beszélgetünk, hogy milyen eszközökkel verhetnek át minket a fast fashion üzletek a vásárlásra ösztönözve, ezzel pedig a bolygót pusztítva. A Borbála márka egy fokozatosan született, azt mondanám, tehát nem volt egy nagyon határozott pillanat, amikor ugye eldöntöttem, hogy na, tegnap még nem volt, ma már lesz. Igyekszem csak meglévő anyagokat használni, tehát ez legyen műanyagkupak, vagy second hand ruha, vagy maradék anyagdarabkák, de úgy igyekszem minél kevesebb új erőforrás bevonni a folyamatba. Van, hogy kapok például adományba is, akár textileket, ruhákat, mindenféle függönyöket, ki tudja miket, de szoktam járni second hand üzletekbe is, meg ócskapiacokra. Hogy nagyon gyakran van már egy terv, de aztán az anyag miatt újraíródik, vagy pont, hogy van az anyag, és abból majd létrejön egy terv. Így nagyon változik, hogy melyik van előbb. De azért nyilván nagyon meghatározza az anyag, tehát hogy amikor konkrétan kezembe fogom, hogy akkor mit is találtam, vagy mi áll rendelkezésemre, akkor az úgy azért meghatározza, hogy mit is tervezek. Manapság a ruháknak nagyon nagy százaléka poliészterből készül, és akkor vannak ezek a sportmezek, én még egyetemen ezzel kezdtem igazából így ezt az upcycling projektet, és akkor így azóta is nagyon szeretem ezt a színes, ilyen mindenféle logók, meg printek rajta, de aztán emellé így becsatlakoztak a kötött anyagok, amik ugyancsak hát rugalmasak, és akkor lehet így a varrással így zsonglőrözni, hogy ilyen... Hát ez lényegében így elnyújtja a varrást, amitől ezek a hullámok keletkeznek, de mivel így szerintem így a halmozás által ez már egy ilyen szándékos, izgalmas hatást kelt, hogy akkor itt is hullámos, ott is hullámos, és akkor ezek a kis hullámdarabok, ezek most már talán így az egyik legmeghatározóbb darabjai lettek így a kollekcióknak. Szerintem az egyedi megrendelés által közelebb kerülhetnek a ruhák a viselőjükhöz. Hát egyrészt már csak az, hogy akkor mondjuk így konkrétan az ő igényeire van szabva, másfelől pedig tényleg így, nem tudom, ha egy kis időt szánunk rá, megtervezzük, és annak van már egy kis története, az szerintem személyesebbé teszi a ruhadarabot, mint hogyha csak így, mondjuk így, nem tudom, így se perc alatt így megrendeljük, vagy így csak így leakasztjuk épp a polcról így egy hirtelen pillanatban. Tehát ugye ez egy kicsit ilyen megalapozottabb döntés talán, ami egy kicsit felelősségteljesebb hozzáállást eredményezhet, így talán ez a reményem. Mondjuk így kisvárosban, ahol felnőttem, így kb. Ez volt kéznél. Tehát, hogy szinte egyszerűbb volt upcyclinggal foglalkozni, mint új anyagokat keresni, ráadásul minőségi, szép új anyagok azok így Kelet-Európában nehezen beszerezhetőek mai napig is, és ez így fokozatosan így a szívemhez nőtt ez a folyamat. Szerintem én ezt hamarabb tanultam, mint azt, hogy akkor most szépen zéróról tervezünk. Viszont így az egyetemen így leesett a tantusz nekem, hogy ez azért most egy elég releváns irány, így akár így a divatiparon belül is, arról nem is beszélve, hogy ez már szerintem évtizedek óta egy egyre égető probléma, hogy így a hát nem csak a ruhával, hanem a mindenféle hulladékkal, meg szemét, hát szeméttel, most mi az, hogy szemét egyáltalán ezt is újra gondolni, ez szerintem így az egyik legnagyobb kihívás, ami előtt az emberiség áll, úgyhogy szerintem én így megpróbálom az én kreativitásomat is hozzáadni ez a történethez. Nyilván nincsenek nekem se ilyen abszolút válaszaim, tehát hogy tök jó, hogy így adok egy új életciklust a ruháknak, de hogy ez még nagyon sok megválaszolatlan kérdést tart így az egész újrahasznosítás meg a fenntarthatóság magában, ami egyrészt izgalmas, meg nyilván itt tervezőként egy ilyen folyamatos keresésre buzdítja az embert, másfelől egy kicsit ilyen égető probléma is így a hát az egész bolygón lényegében. Nem igazán szoktam fast fashion boltokba vásárolni. Én nekem, így emlékszem, amikor volt egy ilyen pillanat, amikor egy picit így lenyugodtam, hogy így valahogy átlátni, hogy igazából ezek a ruhák, ezek nem adnak annyit hozzá az életemhez, amennyit általában remélünk tőle. Tehát ez a marketingnek az egyik csodája, hogy lényegében olyan vágyakat és olyan reményeket kapcsolnak össze bizonyos termékekkel, amik így messze túlmutatnak az adott terméken, és így
szinte semmi közük hozzá. Inkább az, hogy így bennem is volt ez a, egy ilyen, így szép csendben született meg ez a döntés, hogy nekem most erre már nincs szükségem, vagy így tudom, hogy ez nagyon szépnek tűnik, de mikor hazaviszem és leakasztottam a polcról és berakom az én gyűrött kis szekrényemben, már nem lesz ilyen szép, vagy hogy így meg hát nyilván egy kicsit átlátni ezt az egész folyamatot is, hogy mitől olyan szép ott a polcon, mitől van olyan idilli hangulat, ott ez a minden ilyen újnak hat és szépnek hat. De valójában honnan érkeznek ezek a ruhák, kik készítik őket? Sokan mondják, hogy irtóznak a second hand ruhától, mert hogy ezt már valaki felvette, beleizzadt, meg ki tudja. De azok a ruhák, ki tudja, hol készültek? Tehát, hogy azért azok a gyárak, meg az az út, amit megtesz a világ túlsó feléről egy fast fashion ruha, az így valószínűleg, tehát hogy mondjam, így nem, szerintem nem biztos, sőt, manapság egyre több hiszti is van ezekből, például én most nem mondok neveket, de hogy akár nem is higiénikusak föltétlenül ezek a ruhák, viszont berakják őket a szép, jól kivilágított üzletbe, ott minden olyan újnak és szépnek és idillinek hat, tehát valahol egy kicsit ilyen szemfényvesztés is van benne, amiket így, ha az ember mögé lát, akkor már így könnyebb szűrni. A nagy fast fashion márkák környezettudatos törekvéseiben én annyira nem látom a jövőt. Nyilván egyrészt úgy vagyok, hogy ez valahol jól tükrözi azt, hogy megszületett erre az igény a vásárlói oldalról. Tehát fast fashion cégek csak akkor lépnek, hogyha már nagy tömegek követelnek valamit, és ez is a jó példája annak, hogy a tömegek, ha követelnek, akkor ők próbálnak valamit tenni, viszont itt tényleg így a minimumját, tehát sőt, arról meg nem is beszélve, hogy nyilván megint csak egy, tehát nincsen sehol leszabványosítva az, hogy mi az, hogy fenntartható, vagy tehát hogyha egy ruhára ő felírja, hogy conscious, nem tudom micsoda, és akkor valójában 3% újrahasznosított poliészter, tehát hogy így, és akkor ez attól most oké, hogy egyrészt az egy mennyire, mekkora töredéke a ruhának. Másfelől az újrahasznosított poliészter az igazából ugyanúgy egy műanyag, csak na jó, mondjuk talán akkor egyszer, mert hogy kettőt fordult a rendszerbe, de attól ugyanúgy az újrahasznosított poliészter, ami ráadásul mindenféle más szállal össze van keverve, az ugyanolyan nehéz utána bármit csinálni belőle. Tehát nyilván ilyen upcycling, meg stb. Révén így meg lehet az életét hosszabbítani, de hogy az már nem olyan, mint nem tudom, egy ilyen tiszta műanyag, amit utána így lehet még x, nem tudom hány alkalommal újrahasznosítani. Egy kicsit, ha már drágulnának a ruhák, akkor már kevesebbet tudnának termelni, és jobban meg lenne fizetve mondjuk az, aki készíti, akkor már egy fokkal közelebb kerülnénk a megoldáshoz, mint mondjuk egy ilyen gyönyörű zöld kampánnyal, amiben ott van, hogy akkor 0,3% újrahasznosított poliészterből készült a bugyinak a gumija, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ilyen apró részletek, és ezeket így felnagyítják, hogy milyen szép. Arról nem beszélve, hogy így vizuálisan is van ilyen csalás benne, tehát, hogy a címkéje az ilyen barnás karton, meg mondom, átlagban így a fák közt szaladgál egy leányka, meg mit tudom én, tehát hogy így nagyon szépen eladják ezt a történetet, de nincs mögötte semmilyen, tehát a valóság értéke az így nem egyezik meg a gyönyörű körítéssel, meg a mesével.